Rendőrségi felvételek arról a balesetről, amely néhány nappal ezelőtt történt Pakson a Fehérvári úton. Egy 14 éves fiú súlyosan megsérült, amikor elütötte egy autós az esti órákban. Arról leres a Fehérvári út és a Kinizsi utca kereszteződésénél besorolt az úttest közepére, majd hirtelen balra kanyarodott. Nem győződött meg arról, hogy előzését egy autós már megkezdte és összeütköztek. Fontos elmondani, hogy ő elektromos rollerrel közlekedett, ami jelenleg hatályos szabályok szerint nem számít közlekedési eszköznek, tehát tulajdonképpen úgy vett részt a közúti forgalomban, mintha gyalogosként közlekedett volna az úttesten. Nagyon fontos azonban, hogy annak ellenére, hogy nem szabályozott az elektromos rollereknek a kérdése, ezek a járművek akár 35-40 km/órás sebességgel is tudnak közlekedni. Ezen a tavaly szeptemberben az M5-ös autópályán készült felvételen pedig az látszik, ahogy egy elektromos rolleres 60 km/órás sebességgel gurul a lehajtósávban. Ez több szempontból is balesetveszélyes és szabálytalan is, mondta korábban híradónknak Leveles János, az egyik autós iskola vezetője, aki szerint nehéz a sofőrnek lereagálnia a hirtelen felbukkanó járművek között szlalomozó rollereseket. Igen, balesetveszélyesek sajnos. Ugye pici a kereke, könnyen bemegy egy kis lyukba, könnyen felborul, és már is kin van, és eléjük menni. Az autó elé kivágódik sajnos, és kész a baleset. A másik meg ők is olyan gyorsan mennek, sajnos sem a járdán nem mennek, sem az úttesten nem mennek, tehát nincsenek behatárolva, hogy hol közlekedhetnek. Annak, aki elektromos rollerrel közlekedik, a saját biztonsága érdekében ajánlott bukósisakot, láthatósági mellényt viselnie. Fontos, hogy az esti órákban a rollert jól világítsa ki, és emellett is érdemes néhány alapvető szabályt betartania. Minden elektromos rollert használónak felhívjuk a figyelmét, hogy a szabályok betartásával közlekedjenek, ne túlzott sebességgel haladjanak, és alapvetően a járdán vagy a kerékpárutat használják annak érdekében, hogy senki se sérüljön meg, és ne történjen tragédia. A traumatológusok tapasztalata szerint az arc, a kulcscsont, a boka, a kéztörés a leggyakoribb azoknál, akik e-rollerrel szenvednek balesetet. Az elektromos rollert használók több mint negyede ittasan, több mint fele pedig éjszaka sérül meg, derül ki a baleseti intézet adataiból, amit a Népszava ismertetett még a nyáron. Továbbra sem tudni, mikor jelennek meg az elektromos roller törvényszerű használatával összefüggő szabályok a magyar KRESZ-ben, bár annak módosításáról tavaly született egy tervezett.